Meg kell kezdeni a tárgyalásokat a felsőoktatásban dolgozók béremeléséről, valamint felül kell vizsgálni az alapítványi modell működését, állítja Hiller István. A volt oktatási miniszter szerint az alapítványi működésnek nincs előnye, nőtt a bürokrácia és nem lett jobb az oktatás minősége sem. Vendégünk Hiller István. Ráadásul lázadnak az egyetemi tanárok, egy tanársegédek, oktatók. Jó estét kívánok! Ennek a lázadásnak első ránézése persze joggal, pénzügyi alapja is van, és oka is van, de van itt egy másik mondat is, idézem. Rájöttünk, hogy itt az egyetemen is nagy disznó van, és magunknak kell tenni magunkért valamit, ezt a BM docense Így van. mondja. Tehát, hogy ez nem csak a pénzről szól megint. Most nagyon hangos a, a politika. Kijelentések és bejelentések joggal, önök is döntő többségében most ezeket a napi eseményeket elemzik. Ezért kimondottan megtisztelő és fontos, hogy beszélhetek az oktatásról, akár ilyen körülmények között is. Mert egyébként hosszú távon ez a fontos. Egy másik alkalommal beszélhettünk már arról, hogyha egy kicsit kitekintünk az országunkból, sőt a kontinensünkről, mi ez a világ, amiben élünk. És a gyerekeink milyen világban élnek. És fognak élni. És ez a tudás alapú verseny hogy a tehetségedet, a szorgalmadat, hogyha ki tudod hozni, hogyha hajtasz, megszerzed a tudást, akkor neked is, meg a közösségének is jobb életed lesz. Ezért, és nem valami hobbiból beszél a Hiller az oktatásról, mert mélyen hiszek ebbe. És nekem társaim, egykori évfolyamtársaim, aztán oktatótársaim, nagyszerű tudósok, akik most fölemelik a szavukat. És hogyha önök úgy gondolják, hogy 3000 magyar tudós aláírása, szava és mondata ér annyit, hogy ebbe a zajos politikai hangzavarba ezt tessük, akkor azt a, nyilván nem hatalmaztak fel, de a társaim, egykori kollégáim nevében is nagyon fontosnak tartom. Ma az Ötvös Lorán Tudomány Egyetemen, ami az én alma máterem, ahol szakmai értelemben fölnőttem, ott egy Egyetemi tanársegét, hogy mindenki éltse, az egy diplomás ember, aki legalább két idegen nyelven beszél, tanít és tanulmányokat ír. 386 ezer forintot keres bruttó. 280 ezer forintot visz haza. Amikor tanít egy ötödévest, évest, és az az egyetemről kikerül, nem is informatikusnak, most már akár. Egy jó nevű gimnázium tanáraként egy év múlva legalább annyit, de lehet, hogy többet keres, mint két évvel ezelőtti egyetemi tanára. Ez a három nagyszerű intézmény, az Ötvös Lórán Tudományi Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Liz Ferenc Zeneművészeti Akadémia kérem egyenként is a mai magyar tudományos életet, ha nem is meghatározzák, de ott vannak a világ tudományos közvéleményébe. Itt jöttem, láttam egy autót parkolni, csak azért nem mondom a márkáját, mert arról az emberről nevezték el, Nikolá Tesláról, aki fiatal korában vágyódva írt arra, hogy Istenem, hogyha egyszer a Budapesti Műszaki Egyetemen lehetné. Egyébként volt. Ezeknek a nagyszerű tudósoknak a kérését az ilyen politikai hangzavarba is meg kell hallani, csak nem egyszerű bérkövetelésről van szó. Ezt a három intézményt az köti össze, hogy ők az úgynevezett modellváltásnak, ez a szebb kifejezés, ezt nem hajtották végre. Függetlenül az ő kérésüktől, én soha nem fogom elfogadni, szerkesztő úr, hogy a vidéki tudomány egyetemeink mindegyikét a magyar állam kiadta a kezéből, soha nem fogom elfogadni. Nem értem, hogy hogy nevezheti magát egy kormány nemzetinek. Amikor a dohányboltra kiírja, de a vidéki tudomány egyetemeinket kiadja a tulajdonából. Most nem arról beszélek, hogy kikülnek a kuratóriumokba, nem ebbe akarok belemenni. Ha átváltál erre a modellre, adtunk pénzt, ha nem állsz át, nem adunk pénzt. Csak Ezért hogy... keresnek itt ennyit Igen. és ott annyit? Igen. Csak hogy erre van egy másik válasz. És ezt most még időbe kell kimondani. Mert hogyha igaz az, hogy a világ arról szól, hogy tudásalapú verseny a jelen és a az jövő azoknak a fiataloknak, akik 40 évesen a válukon fogják vinni az országot, akkor itt jönnek szerkesztő úr ajánlatok a világ más részéről. Én ilyenekről tudok. A modellváltásnak az előnyeit nem látom. Látom, hogy egyre nagyobb a bürokrácia. Újabb intézmények jönnek létre, amelyik, amelyek bürokratikusan ellátják azt az igényt, amit egy új szervezet igényel, nem látom a színvonal emelkedését, ugyanakkor látom, hogy Európai Uniós programokból kimaradnak. Itt viszont a politikusnak kell mondani egy mondatot. Én kimondottan rossznak tartom, hogyha valaki annak örül, hogy a magyar egyetemisták és a magyar kutatók nem vehetnek részedekbe a programokba a kormány kötelessége és feladata, hogy ezt helyreállítsa. De annak örülni, hogy nem vehetnek részt, az nem a magyar tudomány érdekeit szolgáló dolog. Hadd hozzak szóba egy másik témát, ez még, ez még egy tervezet, de Aha. már kiszivárgott tervezet, a kultúra központosításáról szól, ez a most Demeter Szilárd pályázata és a pályázatok független kinevezése okán már a múzeumok kapcsán napvilágot látott egyfajta változatában. Állítólag ezt a teljes magyar kulturális világra szeretnék kiterjeszteni. mondjuk olyan módon, hogy az összes megyeszékhelyi színház, a Nemzeti Színház felügyelete, mm. Vignánszky Attila felügyelete alá kerül. Igen. És végig mehetünk a teljes kulturális szektoron, mindenhol hasonlók történnek. Ennek van értelme? Itt koncepcionális véleménykülönbség van. Azok között, akik ezt támogatják, nyilván a kormány, ez nem egyszerűen egy tervezet, ez egy majdani új kulturális törve, törvénynek az első változata. Én szívesen vitatkozom erről, és nem egyszerűen azért mondom, hogy nem, mert ellenzéki vagyok. Van például olyasmi, amiben Devetel Szilárddal egyetértek. Egyetértek, amikor azt mondja, hogy nem intézményt kell nézni, meg intézményeket, hanem a magyar kultúra egészét, és abba kell megteremteni, a megfelelő működési egyensúlyt. Így van. Ennek az egyensúlynak azonban a felelőse egy normálisan működő demokratikus országban a kulturális minisztérium, történetesen, ha van ilyen. Azért tartják az országok kormányaiban azért van kulturális minisztérium, hogy egyébként megtestesítsen egy kulturális koncepciót, amelyet egyébként többek között intézményeken keresztül próbál végrehajtani, meg hagyja békén a művészeket, hogy alkossanak, de biztosítja a finanszírozást ahhoz, hogy ezt megtehessék. Ugye a Vármegyék korszakát éljük megint. Az, ami itt most létrejön, az kultúrgrófságok egymás mellettisége. A Nemzeti Múzeum alá sikerül bevonni a vármegyei múzeumokat, a, a színházakat, színháza, a színháza, és akkor nem folytatom a tedetek. Az a kérdés, hogy egyébként nem fogom azért azt mondani, hogy ellenfele vagyok, mert ellenzéki vagyok, hanem mert végig kell gondolnom, hogy ez az országunk érdekében áll-e. Azt mondom, hogy ez megkettőzi az intézményrendszert, és még valami. A központosítás ez esetben szerintem azért történik, mert nincsen elég pénz a költségvetésben erre. És akkor majd valaki, akár a miniszter úr, szembe vetheti, hogy egyébként az Európai Unióban a kimutatás szerint Magyarország költi a legtöbb pénzkultúrára, csak éppen nem oda, a kéne. A területét korábban felelős egykori miniszter Hitler István, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.